Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 16-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Ismét zavartalan a fűtés a rendelőintézetben, további fejlesztések is várhatók. A sasokat számolták hazánkban a hétvégén, Tata környékét is felmérték. Véget ért az élőadás, kihozták a ludakat figyelő webkamerát az öreg tóból. Ülésezett a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. Több funkciót is ellát jelenleg a Tatai Rendelőintézet épülete. Az intézményt a megszokott orvosi ellátások mellett a Kunidomokos Múzeum és a Városi Könyvtár munkatársai is használják. A korábbi beavatkozásoknak köszönhetően az épület fűtése jelenleg is zavartalan. Látod is, amelyik üzemmel két lányra lép. Ez jelenleg ez, illetve az alatta lévő és az. Innen a kazánházból jut el a meleg víz az épület különböző pontjaira, bár nem teljes kapacitással működnek most a berendezések, a volt rendelőintézetben ma már minden radiátor meleget adott. A felújításra szoruló infrastruktúra okozta nehézségeket, egyelőre sikerült felszámolnia a Városgazda munkatársainak. A jelenleg még élő szerződés alapján kedvezményesebben vesszük az energiát, a gázt, mint más egyéb intézményekről ez elmondható. Még 2023-ban ez az energia ár ez biztosított. Nem csak a meglévő szerződés teszi azt lehetővé, hogy takarékoskodni tudjunk az energiával. Az épület műszaki állapota más egyéb megoldásokat is kívánt. Jelenleg egy 9 modulos gázkazán látja el a használati melegvíz és a fűtés ellátást az épületben. A meglévő 9 modulból csupán csak 3-at üzemeltetünk. Ez a 3 képes ellátni az épület fűtését. A volt rendelőintézet épülete átmenetileg több funkciót is ellát, hiszen a Móri Zsigmond Városi Könyvtár is ide költözött a művelődési házból, és a Kunidomokos Múzeum munkatársai is használnak egyrészt, de továbbra is működnek a rendelések, mint például a fogorvosi ellátás. Természetesen az energetikai intézkedésekkel összefüggésben itt is néhány költségcsökkentő megoldást, intézkedést kellett bevezetnie az önkormányzatnak, de igyekszik gondoskodni az épület jövőjéről is, hiszen a tavalyi évben kezdeményezte azt, hogy az államtól az önkormányzat tulajdonába kerüljön ez az épület, mivel a Tata Szíve programban hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy egy teljesen megújult épület legyen, és a múzeumi funkció mellett szállás funkció is helyt kaphasson itt ebben az épületben. És hát természetesen arról is érdemes beszélni, hogy akkor mi lesz a sorsa az itt jelenleg elérhető orvosi rendelőknek, szolgáltatásoknak. Ugye erre az önkormányzat nemrégiben elnyert egy pályázatot a Komáromi utcában, hajthat majd végre egy felújítást, aminek a keretében majd oda orvosi rendelők kerülhetnek, másfelől pedig a Tóvárosi városrészre is gondolunk etéren, a bíróság épületébe szeretnénk majd áthelyezni innen az orvosi rendelők másik részét, és hát természetesen arról is érdemes azért szót ejteni, hogy most az épület a jelenlegi műszaki helyzetéből fakadóan egy tető megújítás előtt áll, ezen a héten vonul fel majd a kivitelező, és a jövő héten meg is kezdik majd a munkálatokat annak érdekében, hogy megszüntethető legyen mindenféle beázás itt ezen a felső szinten, és biztosítható legyen a megfelelő feladatellátás körülményei az itt még dolgozó orvosi rendelők, fogorvosok számára is. A hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását tartotta civil szervezetekkel és önkéntes csoportokkal közreműködve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A látás segítségével az egyes fajok populációjának változásait követik nyomon a szakemberek. Ezt a bajba jutott rétisast 2018 márciusában engedték szabadon, felépülése után a szakemberek a Ferenc-Majori halastavak környékén. Ez a faj telel a legnagyobb számban hazánkban, mellette a parlagisas költőállományához is csatlakoznak a Kárpát-medence más országaiból származó egyedek a hideg hónapokban. A Magyar Madártani Egyesület, a Nemzeti Park Igazgatóság és a természetvédelmi szervezetek a napokban végezték el az állomány felmérését a 20. országos rasszínűségben.
szinkron alkalmával. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálja, részt vesz benne 10 nemzeti parkigazgatóság, illetve más regionális civil szervezet, összesen több száz felmérő vesz részt ebben a felmérésben az ország érdekesebb helyein, ahol egyáltalán bele lehet futni a sasokba. Úgyhogy most már egy 20 éve van róla statisztikánk. Természetvédelmnek ez egy fontos monitoring programja, hogy lássuk, hogy ezekből a fokozottan védett fajokból mennyi van egyáltalán. A tapasztalatok szerint az alföld és a kisalföld adottságai a legideálisabbak a sasfajok számára, de egyes példányok Tata környékén is visszajáró vendégek. Megyén belül a Tata térség aztán azért mondhatni, hogy kiemelkedik, illetve a Duna mente. Úgyhogy ezeken a pontokon, illetve a fészkelő helyeken számoljuk meg őket. Ugye a sasok ilyenkor már lassan már a fészeknél vannak, kiváltképp a rétisas, úgyhogy őket ilyenkor mindenképp megnézzük, minden egyes fészket, illetve az ilyen telelő helyeket, mint a Ferencvári halastavak, a Tatai Öregtó, illetve a Duna mente. Egyes halastavakat még szintén megnézünk. Itt Naszájon most a tórendszeren 3 rétisas látunk ma, 2 öreget, 1 fiatalt, voltak még egerészőjük, egy barna rétéje, a vörös vércse. Tehát azért túl sok nem volt, de a 3 rétisasnak annak azért örültünk. Az akció arra is lehetőséget adott, hogy a vízimadár állomány változásait rögzítsék. Ez együtt van most a vízimadár szinkronnal is, tehát leszámoljuk a vízimadarakat is. Most ugye abból azért olyan sok nincsen, mert egy olyan pár hete ugye lefagyott az egész tórendszer, tehát a madarak egy jó része tovább állt. Most ugyan felengedett a utóbbi pár napba, de azért sok madár nem jött vissza, illetve mindegyik tó tele van vízzel. Tehát a lehalászás után, ahogy tudták, feltöltötték őket, készülve az aszályos időszakokra. Úgyhogy egy olyan pár száz vízimadarat láttunk, illetve ugye a 3 rétisas volt. Tavaly a mi megyénkben egy olyan 20 rétisas volt és 2-3 parlagisas, tehát ilyen szempontból mi nem vagyunk kiemelkedő helyszínen az országban. Hát az ember végig gondolja, hogy egy egész megyényi területen 25 alatt van a sasok száma, az ugye nem hiába, hogy fokozottan védett lett. De egyébként az országos eredmények azért sokkal jobbak. Járságban, Békésben, illetve a Kisalföldön azért sokkal jobban lehet találkozni a sasokkal. Úgyhogy tavaly összesen olyan 800 rétisas volt és 400 parlagisas, ami egy pici visszaesés az előző évekhez képest, de azért, mert tavaly ködös idő volt, tehát kevésbé lehetett észrevenni a madarakat. Most viszont itt nagyon szép időnk van, úgyhogy reméljük fogunk még látni ilyen sasokat. Folyamatosan élő képet közvetített a legismertebb videó megosztó portálon az a webkamera, amit a vadludak érkezése előtt a tómederbe telepítettek. Az eszköznek köszönhetően idén is kivételes eseményeknek és ritka fajok érkezésének lehettek szemtanúi a madárbarátok, akár otthonuk kényelméből is. A napelem tartó szerkezete, a csónak és a webkamera érkezett az utánfutón a madár megfigyelő toronyhoz. Ebben a szezonban már nem szolgál tovább a tómederből folyamatos élő közvetítést adó eszköz. A kamera most is ritka eseményeket örökített meg, úgy mint a színes gyűrűs madarak érkezése, veszélyeztetett fajok látogatása, vagy éppen egy vidra éjszakai kóborlása a homokzátonyon. Most már 6. éve volt szolgálatunkra, hasznunkra ez a webkamera, amit 3. éve telepítettünk bentre a tómederbe. Az első 3 évben itt volt kint az iszapon, de úgy bizonyult, hogy innen messze vannak még a madarak, úgyhogy kicsikét közelebb kellett osonnunk. Jó szolgálatot tett, ugyanis rengeteg hasznos információval bővültünk. Ez igazából olyan, mintha állandóan lenne kint egy kollégánk, aki folyamatosan figyeli az öregtavat. Így tudunk gyűjteni információkat zavaró tényezőkről, legyen az emberi vagy akár természetes. Tudunk gyűjteni védett fajokról, akár éjszaka is jelenlétet, tehát itt például többször ki tudtuk mutatni éjjel is a vörösnyakuludak, apáccaludak, illetve kiscsilikek jelenlétét, valamint színes gyűrűs sirályokat is sikerült leolvasni a kamera segítségével, valamint idén volt először, hogy egy Magyarországon is ritka fajt, egy dolmányos sirályt sikerült megfigyelnünk, ráadásul a webkamerával vettük észre, hogy ott tollászkodik a rendszerét, úgyhogy gyorsan ki is jöttünk, hogy vizuálisan is élőben is láthassuk ezt a egyébként Észak-Európában fészkelő madárfajt. A rendszer a vadlud sokadalomhoz kapcsolódó programokat is kiegészítette, számos játékot hirdettek a szervezők, amiben akár otthonról, a képernyők elől is részt lehetett venni. A vadlud sokadalomnak is egy
előszenzációja ez a webkamera, illetve egy fotel madarász versenyt is, ugye most már sokadik éve hirdetünk erre. Hetente volt ott nyeremény sorsolás, azokat díjaztuk, akik a legérdekesebb, legkülönlegesebb madárfajt, eseményt tudták nekünk elküldeni, hogy igen, egy ilyen madárfaj vagy ilyen esemény történt a kamera előtt. A berendezést a Vadluda következő látogatása alkalmával szerelik ismét össze. Soron következő ülését tartotta a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A felek 5 napi rendi pontot tárgyaltak, a témák között szerepeltek költségvetési és munkatervvel kapcsolatos pontok is. A Városháza Fischer termében tartotta az esztendő első ülését a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, melynek tagjai a 2022-es esztendő lezárása mellett kijelölték azokat a legfontosabb pontokat, amikre az idei esztendő során programjaik összeállításakor támaszkodnak. A mai ülésen mindenképpen szeretnénk átbeszélni a 2023-as feladattervünket és munkatervünket, és a 2023-as költségvetésünket és tervezetet szeretnénk átbeszélni, és a 2022-es költségvetésünknek a módosítását is szeretnénk végrehajtani. Most van egy kis pihenőnk, legközelebbi programjaink márciusban lesznek, hogyha nem esik be valami februárba, de március 23-án lesz a Lengyel-Magyar Barátság napja, arra készülünk, és a márciusi nemzeti ünnepre is készülünk. Szeretnénk a tavaly végig csinált fixpontokat újra megtervezni, és betervezni és részt venni az eseményeken. Mindig jönnek új programok. Igazából minden évben egy adott séma alapján megyünk, plusz az új programok. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló kormányrendelet 2023. január 10-én hatályba lépett változása értelmében a családi, fogyasztói közösségek által igénybe vehető gázártámogatással kapcsolatos feltételek megváltoztak, bővült a támogatásra jogosultak köre, erről részletes tájékoztatást olvashatnak Tataváros honlapján. Folytatja népszerű sorozatát a Könyves Szerdát a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Január 25-én a program vendége Pacskovszky Zsolt író, irodalmi szerkesztő, műfordító lesz. Az érdeklődőket 17 órától a Nemzetiségi Múzeumban várják. Hétfő esti híreink következnek még egyszer, röviden. Ismét zavartalan a fűtés a rendelőintézetben, további fejlesztések is várhatók. A sasokat számolták hazánkban a hétvégén, Tata környékét is felmérték. Véget ért az élőadás, kihozták a ludakat figyelő webkamerát az öreg tóból. Ülésezett a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Január 16-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban, Tallózóval jövünk már is. Viszontlátásra!